Sokaknak adott ösztönzést a járványhelyzet, mind az egészség, mind a nyugdíjpénztári megtakarításokat illetően, derült ki az önkéntes pénztárak országos szövetségének harmadik negyedéves eredményeiből. Az első hullám idején szinte minden családban megnövekedett a vitaminfogyasztás, ami egyúttal komoly összegekbe is került. Sokan fordultak emiatt az egészség pénztárakhoz, hiszen az itt vezetett megtakarításokból is finanszírozható például az ilyen készítmények ára. A korábbi tagok közül többen emelték meg a befizetésüket, sokan pedig a pandémia hatására csatlakoztak a rendszerhez. A taglétszámunk az egészségpénztáraknál érte a 929 ezer főt, ami egy 3,6%-os növekedés az előző évhez képest, tehát egy nagyon komoly növekedés, de ami igazából jelentős, az a vagyonnövekmény. Amit mondtam, hogy a tagok végig gondolták, hogy akkor inkább beteszik az egészségpénztárba, és akkor egészségpénztári kártyából vagy számlára veszik meg azokat a gyógyszereket, amelyek itt a vírus megelőzése miatt szükségessé váltak. Na most ez a vagyon az idei évben eddig elérte az 57,1 milliárd forintot, és a tavalyi évhez képest több mint 10%-kal, 10,3%-kal növekedett. Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál is emelkedést tapasztaltak az elmúlt időszakban. Az egészségpénztárakhoz hasonlóan az egyéni befizetések, az összvagyon és az egyfőre jutó átlagvagyon is gyarapodni tudott. A nyugdíjpénztárak jelenleg már közel 1,1 millió tagot számlálnak, vagyis majdnem minden negyedik dolgozó magyarnak van már ilyen számlája. Az összvagyon egy év alatt mintegy 1470 milliárd, az egyfőre jutó átlagvagyon pedig közel 1,4 millió forintra növekedett. A pénztár szövetség elnökének elmondása szerint komoly motiváló tényező a belépésnél az állami 20%-os adó jóváírás és visszatérítés lehetősége. Ha belegondolunk, ez egy extra hozam, ez egy extra kamat. Tehát amit a bankközi piacon kapnánk kamatot a betéteinkre, azt, ahhoz tegyünk még hozzá 20%-ot. Ez egy nagyon-nagyon komoly ösztönzés, ezért is próbáljuk elmagyarázni, nem is a legfiatalabbaknak, de legalább 30 fölött, hogyha minél korábban elkezdik ezt a nyugdíjcélú öngondoskodást és megtakarítást, akkor évről évre jogosultak ezt a plusz 20%-ot megkapni. És ugye, ha valaki csak 55 éves korában kezdi, akkor az 10 évig kapja ezt a 20%-ot. Ha valaki 30 éves korában, az akár 35 éven keresztül kapja az éves befizetéseire. A szakember arról is beszámolt, év végén mindig növekszik a befizetések száma, ezek jelentős része, mintegy 40%-a az utolsó negyed évben érkezik, mind az egészség, mind a nyugdíjpénztárak esetében. Ennek megfelelően december végéig további bővülésre számítanak a pénztári szektorban. Az idei évben keletkezett befizetések után járó adóvisszatérítéseket jövőre, a 2020-as évre vonatkozó adóbevallások elkészítése és beküldése után kapják meg a pénztártagok az adóhatóságtól.